A közösségi kertek szemléjével kezdte a munkát a zsűri. Kedden a miklósfai óvodában jártak az ítészek. Az intézmény első alkalommal nevezett a megmérettetésre. Tavaly évben pályáztunk a Zöld Óvoda cím elnyerésére, és annak keretén belül tavalyi év során alakítottuk meg itt ezt a kis kertet. Maga ez a falusias környezet, ahol a miklósfai óvoda elhelyezkedik, de még az is inspirált minket arra, hogy itt jó helye lesz egy óvi kertnek, és ahogy a kollégák elmondták, évekkel ezelőtt volt az óvodának konyhakertje, csak aztán, amikor itt felújítás történt az óvodában, sajnos az tönkrement, és azt gondoltuk, hogy felújítjuk a tavalyi évben. Az idén pedig úgy gondolta az intézmény vezetése, a versenyre is benevezi az udvar sarkában található kiskertet, mely a zsűri tagjait is elvarázsolta. A mostani helyszínen még nem zsűriztünk az elmúlt 4 évben, és nagyon kellemes meglepetésként ért bennünket ez a gyönyörű kert, a gyerekek lelkesedése és a hozzáértése. A versenyre benevezett kertek száma évről évre változó, de idén pozitív változások is vannak a nevezések tekintetében, fogalmazott a helyi megmérettetés koordinátora dr. Szabados Gyula. A 79 kertből örülhetes az, hogy a közösségi kategóriában itt korábban 4-5 kertet neveztek, az idén viszont már ennek a duplája került benevezésre, és ebből 6 óvoda az, amely idén Nagykanizsán megméretteti magát. A zsűri 2 fordulóban járja végig a kanizsai kerteket, a helyi végeredmény szeptemberre várható.